oké, hogy hangulat festő, de hát... Most azon gondolkozom, de... hogy én miért nem megyek el sportkommentátornak. Érted? Értem, igen. Veszem fel a lábot, és így fél tárnát gondolkozom, hogy kökeltem az UT 2004-es. Tehát, off-topic gondolatok. És a gyerek most szerelmet fel mind a kettő. Isten, ez a gondolkodás múlik. Hát nem tudom, hogy ebből kozettából hány darab felhetett el annak idején. Nem kell látom neten erőn eladási infókat, igen. De kész, pedig itt a lizálta. Hát... Hát nem tudom, hogy éle még az az ember. Nem. Hát mert... Lehet, hogy meghod. Hogy, hát ennek hatására, mert ugye egyszer át kell venni. Kazettára, aztán hogy még kell még játszolozni hangminőségekkel is. Akkor stúdióban. Húzz szét a segjukkal, húzz szét Ági. Nyaljad jobban Ági. Ági szeret nyalni. Ja, szeret nyalni. Húzz szét Ági a segjukkal és nyaljad. Szétbaszlak, Tom, szétbaszlak. Ez már... Már csak 4 perc van. Ja, közben ez német telesop zene, tisztában. Benyomom tövig, jó Tom. Most mondaná, hogy és ha vegye meg a német, végy aludt. Mert ha átmegy rajta az úthenger, annak akkor nem lesz semmi baja. Meg lehet a vasot is teszel. Azon kívül egyet, mire a darabotóik. Jaj! Ugye jól hallottam, hogy azt mondtad, hogy annyi. Vagy én nem tudom. Az nagyon jó élvezte is velem együtt, azt akarom, hogy ennyi. Ági nyújt a seggembe közben. Ági nyújt a közben Tom csak kettőzik. Nem tudom, hogy. Biztos tehetség is ebben a momentben. Meg a sztár. De jó, most! Még pillanatok. Zoli! Zoli! Még a seggembe! Szerintem! Hogy történt? Hát úgy történt, hogy már én sem tudom. Menő volt. Nem neked mondtam a srácnak, hogy... Ja. Hát srácok, így történt. Első nagy baszás. Figyeljétek, ez jó lesz. Azt tudom nektek mondani, hogy így, hogy szétkúrtam most már egy kétszer is. Szeretkeztem a barátommal, és valami hihetetlen. Jaj. Ha meg kéne fogalmaznom, hogy... Puszíld meg a seggel, szia. Kétszer is. Szűzek. Figyeljetek. Ebből áll a világ. Aki már baszott az világ életébe, örökké baszott. Vagy nem. Szopjatok, nyaljatok, basszatok. Mindenki azt csinál, amit. Na, kinek ismerős ez? Puszillak benneteket. Fúj. Köszönöm. Ez meg végén a reklámszöveg, hanem miért ne? A Tini Stúdió kazettáját hallották. Hát eléggé pocsék volt. Postacím 1243 Budapest. Postacím. Legalább nem egy hangon mondanád. Ha van kedvetek szexfilmben szerepelni, vagy hangkazettán... Hát én erre nem tudnék szeretkezni. Jelentkezzetek a Tini. Én inkább végig röhögném az egészet. Körülben. Én is most tényleg azon, ahogy te beszéltél az előbb. 1243. Ó, köszönjük. 200 Tini Stúdió. Ha a hangkazetta külön zenei anyagát szeretnétek hát megrendelni, és erre szeretnétek, hát bán, nem. Azt megtehetitek az 1243 Postafiók 690-es
budapesti. Még föl is ajánlod? Itt megrendelhető külön az Andy MacLeod. Hát ugye összerogott lapú szex lapukat. Ja, és még valami. Szinti lapüzlet, kellemes környezet. Most abban nem megyünk bele, miért ragaszkodik össze? Hatalmas áruválasztékkal benneteket is vár. Ez más téma. Ezekben a boltokban hát... nem csak megvásárolhatjátok a szexuális árukat, hanem eladhatjátok feleslegessé vált szexlapjaitokat, kazettáitokat, CD-lemezéteket. Mi is van még? Rohadt média PM, már megint úgy számolja, hogy nekem még megy. Intim lapüzlet, Dobutca. Nekem is megy még. Az Asztóriánál, de most már kezd halkulni. Nekem még beszél. Na, 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 most ez a zene megy. Jaj, nem tudom, erre hogy lehet szeretkezni az a zene. Valami ütemesre talán, de... ebben nincs is kick normális. Na, na, halkul, halkul, halkul! Elvesztjük! Meghal, meghal, meghal. Na, mikor hal meg? Na, na, na. Vége, 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 vége. Na, végre vége van. Hú. Hát akkor szerintem összegezzük ezt a zseniális művet. Ezt én összegezném, így most így ketten csináltuk ezt 26 percen keresztül. Hát én azt összegezném, hogy nem tudom, hogy jó, oké, lehet, hogy ezt valaki kitalálta, nem tudom, hogy ezt kitalálta ki, de annak valószínűleg iszonyatosan nagy mentális problémái lehetnek, úgy mint nekem, de most ez nem ide tartozik. Meg... mit is mondjak még? Ebbe semmi olyan nem volt, ami engem motiválna arra, hogy na, most én is kimegyek és szopjatok, nyaljatok, basszatok, mindent ki azt csinálom, takartok. Illetve... az eszem megállt élek, hogy annyira színészkedtek, jó, mint én sem vagyok nagyon jó színész, sőt egyáltalán nem, bár ezt az egyik tanárom azt mondja, hogy én mégis jó színészkedek, de most már megint nem ide tartozik. Szóval nem, ez szerintem ez olyan munka, hogy ezt bárki lehív, összeinnek valakit az utcáról, a képet azt leszették, hát mondjuk akkor nem volt internet, akkor valamit így összefényképeztek, hogy na halljátok, hogy most megadok 50 forintot fejenként, azt ennyi. És te? Hát, valami hasonlóan vélekedek róla. Hát ezt ugye ilyen szexuális pervers kazettának szánták, hogy itt értem azt, hogy az ilyen szexőrült kéjenc emberek, akiket akartak ezzel ugye megcélozni. Tínédzsereket? Hát inkább hát igen, ez lehetséges, hogy hát az ilyen pervers biszexuális embereket, bár szerintem 92-ben még nem volt akkor a divatban. Nem tudhatjuk, mert akkor én kb. 4 éves voltam, te meg 5. Én meg 5, igen, úgyhogy hát én ilyenekre nem emlékszek, hát én ilyenekre emlékszek, hogy hupikék, törpikék. Nekül az éppen ugye a Magyar 2-n, 92-ben melyik epizódja. Meg a Knight Rider utána. Ja. Igen, igen, igen. Szóval... nem tudom, oké, 92, meg régi volt, de egyrészt a zenén nem nagyon hallatszott az, hogy 90-es évekbeli lenne, mert én a 90-es évekbeli zenét azt tudtam elképzelni, hogy Eurodance, például Two Unlimited, például, azt mondom, az volt a 90-es évek elején, a No Limit című számuk. Meg nem tudom, hogy 90-es években mik voltak ilyen sláger zenék, most nem teszem, hogy semmi, de a zene, ami ment alatt a aláfestő zene, az nekem igenis 80-as évekbelinek tűnik. Jó, oké, hogy Magyarország keleti blokk tagja volt, stb., de el van maradva. Nem? Pontosan. De. Hát ugye ez az elmaradás köszönhető a keleti blokknak is, de ez már megint egy más témakör. Igen, mert már teljesen off-topic vagyunk, teljesen. Szóval így összefoglalva, hogy a legvégén ez a hangfelvétel, hát igen, hangfelvétel, mert ebbe egy betűt nem fogok csinálni, csak bebaszom a Vegasba össze, igen, már én is káromkodok. Tehát berakom a Vegasba és 6 része, nem tudom mennyi lesz, 7 részre összevágom, és 1 millió speciál lesz, ez lesz a videó címe, nem tudom, videó címe, megint kezdem. Szóval nem tudom, hogy értem én ezt az 1 millió videó megtekintést, ez valami vicc akar lenni, de azért köszönöm szépen mindenkinek, aki engem megnézett, és tetszett, nem tetszett, utál, nem szeret, szeret. Jó van, már belegabajodok. Szóval még egyszer annyit mondok, hogy köszönöm, és tudostársak a sajtóskítő és Sós Perec. Sziasztok! Sziasztok! És köszönöm a vendég lehetős, vagy mi köszönöm, hogy vendég szerepeltél. Igazán nincs, hogy én köszönöm ezt a random lehetőséget, hogy így beinvitáltál a hangfelvételbe. Ja, na ennyi, sziasztok! Sziasztok!